amiket terveztünk, fejlesztéseket, beruházásokat, meg tudtuk valósítani. 5 testületi ülést tartottunk. A tényeknek hát nem egészen pontos interpretáció. Sokszor jönnek olyan plusz feladatok. Nagyon kell, hogy gondoljuk, hogy hogyan tovább. Jó gazdálkodása alapján tudtunk elérni. Edrendészet, igen, az egy központi téma. A falunak szerintem körülbelül az egyharmada itt volt, és elég jó hangulat. Köszöntöm Elek Sándor, Türökbálint polgármesterét. Most egy nagy akcióba kezdett az önkormányzat és a civil szervezetek, miszerint a személyi jövedelemadó 1%-át gyűjti kifejezetten a közbiztonság javítására. Mi a cél, mit szeretnének elérni, hogyan fog javulni Türökbálinton a közbiztonság? Az a tapasztalatunk és az országos tapasztalat is, hogy az 1% az bent ragad, és nem rendelkeznek a lakosok arról, hogy milyen felhasználásra szeretnék odaadni az 1%-ukat. Én nem tudom, hogy talán azért, mert ők ezt nem ismerik. Sokszor én magam is abba a hibába estem hosszú évekkel ezelőtt, hogy nem rendelkeztem az 1%-omról. Ezt most pótoltam, és erre kérjük a törökbálintiakat is. Ezért elindítottunk egy kampányt, hogy az 1%-ukat azt a Török Bálint Közbiztonsági Alapítvány részére utalják át, amivel mi szeretnénk fejleszteni a török bálinti kamerarendszert, ami egy időben annak idején, amikor elkészült, fejlett volt. A technika már ezt túlhaladta, ennél sokkal modernebb rendszerek vannak. Szaladtunk is ebben egy kört, például Zsámbékon megnéztük, sokkal fejlettebb kamerarendszer van. Azt tudom mondani, hogy olyan, hogyha például bejön Zsámbék területére egy gépjármű, amelyeknek lopott rendszáma van, akkor ez a rendszer felismeri a rendszámot, SMS küld a rendőröknek, és abban a pillanatban tudnak a tettek mezeire lépni. A mi kamerarendszerünk ennél sokkal fejletlenebb, ezt a technikát szeretnénk most felújítani, és erre gyűjtjük a pénzt, erre kérjük a törökbálintiakat, egyébként a saját jól felfogott érdekükbe, hogy tegyék meg, hogy erre a számlára utalják az 1%-ot. Minden törökbálinti lakost megkeresünk a közeljövőben. Nagy fáradtságot ez nem fog jelenteni a számukra. Kérjük őket, hogy legalább annyit tegyenek meg, hogy az átadott íveket kitöltik és postázzák, vagy behozzák az önkormányzathoz. A mostani kamerarendszert lecserélik egy újra, vagy kiegészítik? Ha a tudomásom szerint megoldható az, hogy egy szoftver frissítéssel felújítsuk a meglévő kamerarendszerünket, ahol kell, természetesen másik kamerát fogunk kihelyezni, és az is arról is tudomásunk van, hogy bizonyos területeken igény van rá, hogy fejlesztjük ezt a kamerarendszert. Itt gondolok itt Szabadházi-hegy régióra, Pistályra, Idamajorra, Annahegyre, ezekről a részekről érkeztek igények, természetesen meg fogjuk vizsgálni, szakértőt fogunk kérni, hogy mondja meg, hogy véleménye szerint hova illdemos kirakni ezeket a kamerákat, meg hát természetesen a fejlesztésnek is van egy kerete, hogy mekkorát tudunk, mert ugye egy 16 kamerás rendszerünk van ebben a pillanatban. Ez a ekkorát figyelhet egy ember, hogyha e fölött telepítünk és több kameránk van, akkor ha több monitort rakunk ki, akkor arra már plusz státuszt kellene. De erre most van egy könnyítés, miszerint nem kell több monitort kihelyeznünk, mondjuk ugye a rendőrség épületében vannak ezek a monitorok, ahol bejönnek a kamerákra a felvételek, 16 kamera, 16 monitor. Csak hogy érthetőbb legyek. Hogyha kiteszünk még 5 kamerát, nem kell több monitort beszereznünk, mindegyik megcsinálja maga felvételét, és abban az esetben, hogyha bárhol bármilyen gond van, akkor azt meg tudjuk nézni a 16 kamera egyikén. Tehát nem kell a kamerarendszert fejlesztenünk, és ezért nem kell plusz státuszt létesíteni, tehát tökben nem fog kerülni, és reméljük a technika az sokkal modernebb lesz, mint a mostani. Azok az elképzelések, amiket kitűztek maguk elé, az nagyjából mennyibe kerülne ezt megvalósítani? Ezt nem tudok még erre pontos számot adni. Több millió forintban, hát gondoljunk bele, egy kamerának is azért milliós tétele az ára, hogyha már modern kameráról beszélünk. Nagyon át kell gondolni, természetesen hova fogjuk rakni ezeket a kamerákat, tehát nem minden faágra, meg nem is gondolnám, hogy mindenki azt szeretné, hogy folyamatosan kamerák lessék az életét, nem is ez a célunk. Az a célunk, hogy a kibe menő útvonalakat
meg tudjuk figyelni a jövőben, mert a bűnmegelőzés szempontjából ez a legjelentősebb. A mostani kamerarendszer és az, amit elképzelek, az mennyire 21. századi, mennyire tud a mostani kor kihívásainak megfelelni? Például látja éjszaka az úton közlekedőket? Hát a mostani kamerarendszer, ami fönn van, az küzd kihívásokkal. Nem azt mondom, hogy teljesen használhatatlan éjszaka, de vannak vele problémák. Az új kamerarendszer éjjel is lát mindent. Ez nagyon lényeges. A biztonságunk szempontjából ez végtelen lényeges. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján mennyire működött hatékonyan a török-bálinti kamerarendszer? Mennyire tudta azt jól használni a rendőrség? Hatékony volt, megvolt a maga haszna, csak a kor túlhaladta már. Mondom, a legújabb rendszerek már rendszámot ismernek föl, tehát fel kell frissítenünk. Nem korszerű. Ez kétségtelen, ebbe az irányba akarunk elmenni, muszáj fejlesztenünk. Térjük át egy másik témára, a harangláb körforgalomra. Ez már egy jó régóta dédelgetett álma a török-bálinton lakóknak, török-bálinton közlekedőknek, hiszen a körforgalom által biztonságosabbá válhat a közlekedés. Mi az oka annak, hogy késlekedik ez a beruházás, hiszen a költségvetésben ráfordított fedezet megvan? Az igazsághoz hozzátartozik, hogy nagyon nagy lendületet adtunk ennek a projektnek. Talán egy kicsit azt szokták erre mondani, megelőzte a szekér a lovat. A közigazgatási eljárás csúszik, tehát ott vannak, lesz egy pár hét, ami csúsztatni fogja ennek a beruházásnak az elkezdését, de ebben az évben mindenféleképpen megvalósul. Mi most az akadálya ennek? Tehát, hogy tudom, az engedélyeztetés, de hogy azt elmesélni nekünk, hogy hányféle szervezetnél kell engedélyeztetni azt az egyszem körforgalmat? Az rövid lenne szerintem a műsor, hogyha az összeset el szeretném mondani. Számtalan helyen kell egyeztetni. Tulajdonképpen minden rendben van, csak az egyeztetési folyamatok még a tűzoltóságtól, a katasztrófavédelem. Nem szeretnék itt humoros dolgokat mondani, de majdhogy nem a nagycsaládosokkal is egyeztetni kell. Ez a törvény, mi a törvény szerint fogunk eljárni, ezeket végig lerendezzük, ezeket a kérdéseket, és amikor meg lesz az összes engedélyünk, abban a pillanatban elkezdjük építeni a körforgalmat. Nagyon nagy igényű, türelmetlenek vagyunk. Ez látszik rajtunk, türelmetlen természetesen a lakosság is, de a lakosság most hál' Istennek velünk szemben nem követelőzik, hiszen 21 néhány éve szeretnénk azt a körforgalmat, és most azt látják, hogy hát nagyon nagy lendülettel veszünk részt ebben, és rajtunk nem múlik. Ez, és a hivatalon sem mindenki dolgozik rajta a becsülettel. A mostani tervek megfelelnek azoknak az elvárásoknak, amely szerint el lehet majd kezdeni a későbbiekben az építkezést, hiszen tudjuk, hogy számtalan terv született a körforgalom megvalósítására. Ezt a tervet még az előző képviselőtestület a szeptemberi ülésén fogadta el, és ez a terv megfelel. Reméljük most a legvégső bejárásokkor és szakmai véleményeknek is meg fog felelni. Felvételünk előtt nem sokkal adta át török-bálint városi önkormányzata a különböző sportdíjakat. Milyen jelentősége van ennek török-bálint szempontjából, hogy különböző kategóriában díjazza a török-bálint legjobbjait, legjobb sportolóit? Ez egy nagyon szép dolog a város részéről, kiemelten kezeli ezeket a gyerekeket és megbecsüli őket. Ott forgattak ezen a rendezvényen az előbb. Picike kislány, például a Szőke Kitti képviselőtársamnak a lánya teljesen odáig volt, mikor icipici gyerekként megkapta ezt a díjat és a kis kupát. Megbecsüljük őket, és ezt ők is díjazzák. Még a nagyok is, hiszen gondoljunk csak bele, mondjuk egy MTK Török Bálintnak valószínűleg nem ez a legnagyobb elismerés, hogy Török Bálintért sportdíjat megkapják, mégis a vezetőségtől kezdve Spirje Attila is ugye itt volt és átvette, és nagyon büszke volt arra, hogy a város megtisztelte őket azzal, hogy figyelmet fordítottunk rájuk. Ez a gyerekek is így gondolják. Köszönjük szépen!